Vásárhelyi Gábor, szeretném köszönteni a purkon Podcast adásában. Sziasztok! Jelenleg a Kolmot Kft. ügyvezetője vagy, és az ELTE biológiai fizika robotikai laborjának vagy a vezetője. Ős kritikálmasszos vagy, részt vettél a Lövőház utcai gerilla kertész akciókban, továbbá teszel a bringázás népszerűsítése, közösségi zöldterület gondozás vagy éppen a légszennyezettség elleni küzdelemben. Fő kutatási irányod jelenleg az élődények és robotok csoportos mozgása, és a csoportos döntéshozatali mechanizmusok köré szerveződnek. Az első kérdés szerintem az lenne, hogy milyen kutatások folynak jelenleg? a biológiai fizika tanszéken, mi most már több mint tíz éve foglalkozunk csoportos viselkedésnek a kutatásával. Ez tulajdonképpen a, a komplex rendszereknek a, a kutatásának egy, egy al területe, és a csoportos viselkedésen, csoportos döntéshozáson belül is e, e, kezdetekben elsősorban a csoportos mozgásnak a, a feltérképezésével foglalkoztunk. Azaz olyan élőlénycsapatokat vizsgáltunk, ahol nem egy-egyed, mozog a térben, hanem, és időben, hanem egy, egyszerre több egyed egy csapatban, interakcióban egy, egymással kommunikálva, egymással közös döntéseket hozva próbálnak meg eljutni A pontból B pontba, és akkor az a kérdés, hogy ezt hogyan teszik meg, hogy lehetséges az, hogy van mondjuk sok madár, akik egy csapatban repülnek, és mégis a madaraknak vannak egyéni kis döntéseik, de van a csapatnak is, mint, mint magasabb szintű egységnek egy döntése, hogy éppen jobbra menjenek, vagy balra menjenek, ezt milyen jellegű kommunikációs hálózat, milyen interakciók, és, és, és milyen egyéni intelligencia hozza létre, és ebből hogy létre a csoportos szintű dolgok. Tehát ez mondjuk így a kiindulása a kutatásainknak. És az, az, első mondjuk ilyen, ilyen csoportmozgás, az, az milyen faj, vagy milyen egyed volt, és ott, ott mit vizsgáltatok? Hát igazából mi 2009-ben a, a kutatócsoport élén Bicek Tamás nyert egy nagy európai pályázatot, és ennek keretében sok ilyen kis al kutatócsoport indult, és több, többféle kutatás indult, tehát a, voltak sejtes kutatások, voltak hálózat, tehát mesterséges hálózatokon végzett kutatások, foglalkoztunk lovakkal, galambokkal, patkányokkal, egy csomóféle élőlényel, mert az az érdekes a csoportos mozgásban, hogy egy harrajt nagyon hasonló dinamikák vezényelnek, mint mondjuk egy baktérium csapatot, vagy a bennünk lévő sejteknek a növekedését, és akár az emberek mozgása is, ugye ilyen alapelveken leírható, tehát, hogy nagyon különböző rendszerek univerzálisan nagyon hasonló jelenségeket mutatnak, és fizikusként minket az ilyen rendszerek nagyon érdekelnek, amik, amik univerzálisak, tehát amik, amik a lehető legtöbb féle dolgot egységesen le tudják írni. És mik voltak ezekben a rajokban, amik, amik általánosan mindigben megfigyelhető volt, és, és hogyan tudtak egymással kommunikálni, vagy mennyi volt az egyéni döntés adata? alapjában a, a lenyűgöző ezekben a rendszerekben, hogy, hogy vannak akár intelligens, akár nem intelligens összetette, vagy kevésbé összetett egyedi kis egységek, és ezeknek az egységeknek az egyszerű interakcióiból létrejöhet egy olyan magasabb szintű szerveződés, ami aminek a, a, tulajdonságai úgymond önálló szinten életre kelnek, ha úgy tetszik. Tehát, hogy, hogy tehát ez az alap dolog az az, hogy egy csapatnak, a, vagy tehát sok egyednek az összességéből létrejövő valami, az több, mint egyszerűen a, az egyedeknek az összege. Tehát amikor nem tudom. Tehát ezt, ezt a, a bonyolultságnak a szerveződési szintjén a legkülönbözőbb skálán ezt észre lehet venni. Például egy család az több, mint egyszerű embereknek az összessége, vagy egy osztály több, mint egy, egy tanulóknak a, a, az egyedi összege, és ugyanígy, amikor élő lények hoznak létre egy csapatot, akkor létrejöhetnek olyan dinamikák, olyan jelenségek, amik amiket az egyedi szinten nem tudunk megfigyelni, csak a csoportos szinten. És egy ilyen csoporton belül mekkora egy ilyen mondjuk mozgásnak, mondjuk amikor megy egy, egy madárraj, akkor igazából az mennyiben egy, egy egyénynek a befolyásolás alapján meg mondjuk bizonyos irányba, vagy ez hogyan alakul ki? Hát és ez, pont ezek a, a, gyönyörű dolgok, hogy itt tehát vannak, tehát hogy, hogy mondjam, tehát vannak egyéni döntések, és az egyéni döntések mindig hatnak a csapatnak a döntésére, ahogy mondjuk egy demokráciában az egyedi választóknak a, a nem tudom a jelölései vagy, vagy szavazata is hatnak arra, hogy mi lesz a rendszerben, és közben meg ö, maga a, a, az egyedi döntések összessége létrehoz valamiféle csoportos döntést, ami utána visszahat az egyedekre is. Tehát ö, igazából pont ezt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet az ilyen rendszereket ö, irányítani, hogyan lehet megfejteni azt, hogy mennyi kommunikáció szükséges, mennyi elég ahhoz, hogy hogy, hogy, befolyásolni lehessen, hogy valamilyen irányba el lehessen mozdítani a döntéseket, hogy megérteni lehessen, hogy mi történik, hogy jósolni lehessen folyamatokat. Tehát ennek, a, ennek az egész nagyon komplex tudománynak a feltérképezése volt az általános cél ebben a Vicsek Tamás féle kutató csoportban, és akkor ennek egy, egy nagyon kis alterülete volt az, hogy, hogy mesterséges egyedeket is hozzunk létre, és amit tanulunk az élőlényektől, azt próbáljuk meg tényleg lepróbálni mondjuk drónokon, vagy kis hajókon, vagy bármilyen kis robotikai eszközökön, hogy, hogy, hogy abból tényleg kijönne valami. És amikor megpróbálunk ebből egy, egy, mesterséges erő is csinálni, akkor ott például ez a kommunikációt hogyan, hogyan sikerült felépíteni, vagy hogyan indultatok neki? Tehát a, a, ugye a robotikai kutatásokat, azokat igazából elég sok éven át megelőzték a biológiai kutatások, nagyon sok, tehát a, 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 olyan módon nyúltunk hozzá a biológiai rendszerekhez, fizikusként biológusokkal együttműködve, hogy a biológusok tudták föltenni jól a, a releváns biológiai kérdéseket, amikre ők kíváncsiak voltak. Mi meg igyekeztünk technológiai eszközöket fejleszteni ahhoz, hogy minél több adatot tudjunk automatizáltan kinyerni egy, egy élőlény csapatnak a viselkedéséből. Például nyomkövetőket fejlesztettünk, amit madarak hátára lehet rakni, és annyira picik, hogy a madarakat a repülésben nem zavarják, és egyszerre mondjuk 30 madárnak a repülését tudtuk a másodperc tört része felbontással vizsgálni, hogy amikor elkezd valaki jobbra fordulni, akkor a többiek is akkor fordulnak, vagy egy tized másodperccel előbb, vagy három tized másodperccel később, és akkor ebből mondjuk vissza lehet követni, hogy ki indítja a döntéseket. Ha valaki elindítja, a többiek hallgatnak-e rá, vagy nem hallgatnak, vannak a -e vezetők, vagy egy egy egyenlő rendszer van, vagy hierarchikus rendszer, tehát ezeket és a... És mik lettek az eredmények? Hát a, a, a madárraj méretétől függően, általában nem minden rendszerben alakul ki hierarchia, ahol nagyon sok egyforma egyed van, ott, ott nem annyira van fix hierarchia, vagy nem tud annyira fix hierarchia kirakodni, például a seregélyeknek a több ezer fős csapatában ott inkább egyenlő arányban vannak döntéshozók a rendszerben, illetve a információ alapú az, hogy, hogy kinél van a döntés, tehát ha valaki meglát egy ragadozó madarat, és hirtelen tesz egy mozdulatot, vagy jelez a többieknek, akkor arra hallgatnak, mint lokális vezetőre, de de nincs mondjuk egy király seregély, akit mindenki követ, de mondjuk egy galambcsapatban, ahol, ahol mondjuk 10-20-30 fős galambok ismerik egymást, tudják, hogy kinek jók, kinek rosszak a navigációs képességei, ki, ki, tud jól repülni, ki tud kevésbé jól repülni, ott, ott bizony a jobbakra, akik még csak nem is a földön dominánsak, hanem a levegő urai, a levegőben jobban nem igálnak, azokra jobban hallgatnak. És ez más rendszereknél is így előfordult, hogy amikor, amikor kicsi az egyet akkor van hierarchia, amikor nagy az egyet akkor meg általában ez, ez, ez változó? Azt nem merném teljesen pontosan mondani, hogy, a, hogy a, a, az, az egyet szám ilyen egyértelmű összefüggésben van a hierarchia kialakulásával, vagy sem, mert például az emberi rendszerek azok képesek olyan, tehát nagyon nagy egyet számú rendszerekben is hierarchikusan működni, de a bizonyos tekintetben a, 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 a demokratikus vagy egyenlő döntéshozatal az csak kisebb csapatokban működik jól. Tehát, hogy de ezt, ezt, ugye a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy, hogy amikor néhány embernek kell közösen meghozni egy döntést, mondjuk kis cégeknél ott még nem annyira van cizellázva, hogy kinek milyen döntése van, hanem tulajdoni rész arányában, mit mindenki egyenlő, és, és amikor elkezd nőni a cég, mondjuk, akkor, akkor álljunk, hogy hú, bizonyos dolgokat már nem tudunk így átverekedni, lassítja a cég működését az, hogy, hogy túl nagy demokrácián, és akkor be kell vezetni mondjuk hierarchikus dolgokat, és, és, egész nagy cégek meg már nagyon hierarchikusan tudnak csak működni. Ködni. És uh, amikor ezt uh, drónrajukba próbáltátok átültetni, akkor ott mi, mi ezt hogyan csináltátok, vagy mik voltak a főbb szempontok? Hát a, a, amikor drónrajukat kezdtünk uh, létrehozni, akkor akkor még a drónok nem annyira léteztek, a köztudatban egyáltalán nem, a kutatólaborokban jelentek meg az első uh, olyan robotok, amik, amik uh, úgy tudtak repülni, hogy egy helyben is tudtak állni a levegőbe, bármilyen irányba tudtak mozogni, tehát ezek most már gyerekjátékként is megvehető eszközök akkor még nem léteztek, és akkor ebben az időszakban nekünk az volt a kívás, hogy nem egyszerre nem egy, hanem, hanem egyszerre tíz egyedet kellett rögtön automatizáltan megépítenünk és ellátni olyan kommunikációs eszközökkel, amivel amivel ők egymás között meg tudják valamilyen módon beszélni, hogy mondjuk merre menjenek, és igazából az első feladataink azok nagyon erre a csoportos mozgásra hajazó ilyen alapkutatási demonstráció jellegűek voltak. Ez is kellett mondjuk tíz év, még most is van ebből publikációnk, tehát ez egy nagyon bonyolult és nehéz technológia, nagyon sokat kell gondolkodni, meg szimulálni, hogy mit, hogy kell csinálni pontosan, hogy biztonságos legyen, meg hatékony. De hogy, hogy mondjuk ilyen feladataink voltak, hogy, hogy egyszerűen csak szálljon föl sok drón, és egymás között beszéljék meg, hogy merre induljanak el, és ez, ez legyen olyan hatékony, hogy ne ütközzenek össze, nem tudjanak szinkronizáltan együtt menni. Aztán, hogyha elérnek egy általunk kitűzött, nem tudom, virtuális falat, akkor ott valamerre forduljanak el, de nem mondjuk meg, hogy jobbra vagy balra, hanem vagy egy meg egy térrészen belül maradni, de úgy, hogy mindig ők döntik el, hogy éppen most jobbra akar kanyarodni a csapat, vagy balra akar, vagy szét akarnak válni, és akkor összeállnak újra. Tehát ilyen jellegű látszólag egyszerű feladatok, tehát hogyha ha mondjuk egy, egy nem tudom, buliban tíz embert megkérünk, hogy játszon hasonlót, akkor is nagyon izgalmas mintázatokat lehet létrehozni emberek által is, és, de az embereknek a, az intelligenciához hozzá van szokva, és olyan egyszerű szabályok alapján meg tudjuk ezt mondani, hogy jó, mindenki mondjuk menjen állandó sebességgel, és próbáljon nem beleütközni a többiekbe, és akkor automatikusan mondjuk létrejön egy raj, ami valami ilyen törögni fog a szobában. Tehát ezt beprogramozni a robotoknak a fejébe, az, az azért egy sok évig tartó feladat volt. És itt, a, itt inkább egy hierarchikus döntéshozatali mechanizmus volt, vagy itt bármik egyet dönthetett eleinte? Hát, tehát eleinte mi is a demokráciával kezdtük, mert hogy kevés robotunk volt, tehát mondjuk az első publikáción 2014-ben abban 10 darab robotnak az együttműködését tudtuk demonstrálni a világon először, ilyen, repülő, ilyen típusú repülő robotokon és ott abszolút egyenlőség volt a robotok között, illetve próbáltuk azt pedzegetni, hogy van egy vezér egyed, és akkor az hoz döntéseket, a többiek azt követik. És aztán mostanra meg az új publikációinkban meg már azt próbáljuk ö, szétbontani, hogy mik azok a helyzetek, amikor érdemes valakire jobban hallgatni, mint egy átlag egy véleményesok közül. Tehát egyfajta, és ha nekünk az a tapasztalatunk, hogy a legoptimálisabb, ilyen csoportos döntéshozatani mechanizmus, az valamiféle ilyen szakértők bevonásával történő döntéshozás, ahol, ahol mindig az adott pillanatban jelenlévő szakértőkre jobban figyelünk, és, és ha, hogyha elhiszük, hogy ők igazat mondanak, vagy tudjuk azt valamilyen módon szűrni, hogy ők igazat mondanak, akkor az ő véleményeket sokkal nagyobb súlyjal veszük figyelembe, mint mondjuk az átlag véleményt. És ezt például a robotok hogyan tudják eldönteni egymással között, még a drónrajban? Hát a, a robotoknál mi azzal az egyszerű feltévéssel élünk, hogy senki nem akarja hackelni a rendszerünket, és a robotok mindig igazat mondanak. Tehát ez, ez, ez mondjuk, tudom, hogy az embereknél mondjuk egy nagyon nehéz átjutni ezen a, a küszöbön, de a robotok esetében ez megoldható, és akkor ha például, tehát, ha elképzeljük például azt a szituációt, hogy megy egy robotcsapat, fejjel a fal felé. Ott vannak az elsők, akik mondjuk a legközelebb vannak a falhoz, és időben észreveszik, és azt mondják, hogy álljatok meg, itt most neki fogunk menni a falnak. Akkor, hogyha teljes demokrácia van, akkor a tömegnek az ereje, akik hátul vannak, és még nem látják a falat, ugyanúgy, mint mondjuk a mai világban Mondjuk a környezetvédők, akik 50 éve riogatnak minket, hogy fejjel megyünk a falnak, és ott az átlag tömeg, aki azt mondja, hogy ah, ez hülyeség, azok a sötét zöldek, nekik ne higgyünk, azért menjünk csak nyugodtan tovább. Tehát, hogy, hogy ha, ha ezt csináljuk, és csak egyszerűen átlagoljuk a véleményeket, akkor az egész csapat neki fog menni a falnak. Elől a, az előlévőknek két lehetősége van, vagy mennek a tömeggel együtt, és akkor Tőlük tudják tartani a távolságot, de a falnak mennek, vagy megállnak a falnál, és akkor nekik torlódik a tömeg. Egyébként egész konkrétan a mondjuk foci meccseken elő szokott fordulni ilyen baleset, hogy, hogy a túl nagy tömeg az elől lévőket egyszerűen ilyen összefelhalmozódó nyomás mentén hozzányomja a falhoz, és akár halálesetek is voltak emiatt. Ez is egy, egy mellékhatással csoportos mozgás, hogy, az ilyen egalitáriánus döntéshozatali rendszereknek. És akkor, hogyha egy ilyen szituáció van, azt mondjuk, hogy ha valaki bekiabál, hogy itt most egy fal van, és azt elhisszük, hogy az tényleg ott van, akkor annak a súlya az döntéshozában mondjuk sokkal magasabb lehet, és akkor, és akkor rögtön le tudja győzni a tömegnek a, a nagy átla, általánosító hatása. És szerinted ezt mondjuk egy emberi közösségben hogyan lehetne a leghatékonyabban átültetni? Úgyhogy igazából itt ugye nincsen teljes őszinteség. Nehéz. Ugye én, én azt gondolom, hogy, 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 valahol mindenképp, tehát hogy, hogy a, az emberiségben elképesztő elherdált potenciál van, rengeteg szakértő ember van, akik valamihez nagyon értenek, valami nagyon a szívügyük, és, és az, az, az abban a témában felhalmozott tudást nem tudják egyszerűen kiaknázni, vagy felhasználni a közérdekében, mert soha senki nem kérdezi őket, vagy, inkább, vagy elnyomják őket, és a többi. Tehát, hogy ilyen módon én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen szakértői véleményeket figyelem, sokkal inkább civil szakértői véleményeket, sokkal inkább figyelembe vevő Demokráciának én nagyon szívesen lennék a része, ahol, ahol az van, hogy, hogy meg van kérdezve a, a, a nép arról, hogy mit szeretnének, és akik abban a, a látszólag abban a témában aktívak és értenek hozzá, azoknak a véleményét valahogy erőteljesebben súlyozni. Most ez gyakorlatban, hogy ez hogy kivitelezhető, azt nem tudom, de valamilyen módon az ilyen jellegű, ilyen nyílt rendszerek, azok egy kicsit szűrik is magukat, és, 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 tényleg látszik, hogy ki az, aki tényleg jót akar, és segíteni akarja a rendszert, és akkor arra lehet hallgatni, és, és hamar kiszűrődik az, aki csak piszkálódni akar. Miért pont ez az egyik kérdés, hogy szerinted hogyan lehetne megfelelően választani ilyen embereket ki? Tehát honnan tudod ugye kiválasztani mondjuk a, áltudóst a, 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 a az igazi tudóstól? Tehát hogy hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban elválasztani szerinted? Hát nem tudom, e, 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 szerintem itt a, a, a népnek a bölcsessége Sokszor segít. Tehát tényleg van egy ilyen, tehát, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen belső szűrő, hogy az ember érzi, hogy ki az, aki jót akar, és ki az, aki nem, nem akar jót. És ez, ez, tehát, hogy egy kicsit a, a nyílt forráskódú szoftvereket tudom példaként felhozni, ami ami a, a létezésünknek egy nagyon pici al része, de ott, ott nagyon tisztán tudnak megvalósulni ilyen jellegű, ilyen szakértők által. Ural uh, dinamikák, amik, amik nagyon tisztán gyors fejlődéshez vezetnek, hogy hogy mondjuk a, a nyílt forráskódú szoftverek esetében a kód az mindenki számára elérhető, és mégis a, a, a fejlesztését, meg annak a fejlődését az, az fogja segíteni, aki, akinek belülről jön a motiváció és tényleg szeretne hozzárakni ahhoz a dologhoz. És akkor a, akik a kódot belülről fejlesztik, azok meg nagyon jól látják, és nagyon könnyen tudják szűrni azt, hogy ki az, aki jó szándékon akarja használni a kódot és segíteni akar, és ki az, akinek mondjuk önző céljai vannak, meg stb. többi. Tehát, tehát, igazából van egy ilyen ön, ön de a, 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 az egymásban a megbízáson, vagy, vagy tehát, a, a, bizalmon alapuló rendszerben van egy ilyen nagyon erős ön, öntisztító mechanizmus szerintem. És mennyire van szerinted az jelen ilyen rendszerekben, hogy ez, ez, nagyon objektíven, vagy viszonylag objektíven mérhető? Tehát egy, itt mondjuk el lehet teszteket írni, és a tesztek azok mondjuk pillanatokon lehet tudnak futni, és az életben bizonyos ugye, tesztekhez az, az, mondjuk akár több évtized, ugye soha nem tudjuk meg mondjuk az eredményét, és emiatt ugye bármit lehet az elején mondani. Tehát mennyi, mennyire, mennyire függ ez szerinted össze mondjuk egy ilyen, ilyen, ilyen nyílt forráskodó projektnél? Mert nekem, mintha az jön neki, hogy egy nyílt forráskodó projektben, mivel ugye tudunk teszteket írni, és bármikor tudjuk úgymond modellezni a szituációkat, ezért nagyon gyorsan kijön az, hogyha valaki hibázott, mert a tesztek azonnal elfélelnek, akkor Igen, rájövünk, Igen, hogy ez, ez de egy de rossz de megoldás, megyünk tovább. Viszont társadalmi problémáknál lehet, hogy valaki bedob egy megoldást. Meg nem lehet párhuzamosítani, úgy, mint a század. Szerintem még párhuzamosítani is, még talán lehetne, és viszont ott, ott tényleg a megoldás az lehet, hogy mondjuk egy, egy gyermeknevelésnél az több, több évtized, mire mondjuk annak a hatása. És ott és ott a párhuzamosításnál is, vagy, ez, ez szerinted mennyire, mennyire tud egy megoldás lenni? Hát jó. én, tehát jó, most értem, ez egy nagyon jó felvetés, és, és alapvetően ez ténylegesen. Tehát a, párhuzamosítás az egy előnye a számítógépes rendszereknek, hogy, hogy virtuális valóságban, vagy különböző alternatív valóságokban tízezer számra tudjuk lefuttatni a, a, megoldásokat, megnézni, melyik működik jobban. Egyébként ezt az elvet tulajdonképpen az evolúcióból vettük, tehát valahol az életnek is ez az alapja, hogy a sokféle ember sokféleképpen dönt, és aztán kiszelektálódik hosszú távon az, aki jól dönt, és, és, és kevésbé szelektálódik, vagy szóval, hogy elveszítjük azokat, akik rosszabbul döntenek. Legalábbis ez a, ez a természetes szelekciónak az alapja. Csoportszinten, tehát hogy ezt... ezt tudni mesterségesen létrehozni egy, 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 élő, vagy közösségi rendszerben, az marha nehéz, mert ott ugye egy szálunk van, és akkor azt vagy jól csináljuk, vagy rosszul, de itt meg azt tudom mondani, hogy, hogy közben a világ az nagyon nagy, és nagyon sok dolog zajlik benne párhuzamosan, tehát a, a, az egy nagyon jó dolog, ha az ember nyitott szemmel tud járni, és megnézni, hogy, milyen dönt, hogy máshol, ahol mondjuk előrébb tartanak, ott milyen döntések vezettek hova, és akkor, és akkor azokat a jó döntéseket átvenni. Tehát tehát nem muszáj a saját közösségünkön belül leszimulálni mindent többféleképpen, vagy kipróbálni, hanem, hanem nyugodtan lehet máshonnan a jó ötleteket áthozni. Ez, ez, egy, egyfajta ilyen workaround talán erre Dologra. És szerinted mennyire működne például, hogy mondjuk nem törvények lennének, hanem egy nyílt forrás projektként gondolnánk az egészre, és rendesen programozni lehetne például? Tehát szerinted például hogy ilyen, ilyen dolog az működhetne? Hát én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jövője van, és pont a számítógépes világból lehet nagyon sok mindent, mint jó példát átvenni és valahogy adaptálni a, a közösségi döntéshozatalra. Egyébként Budapesten nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és most már egy, egyre több izgi van ennek, ennek a faj a közösségi költségvetés projekteknek, hogy ténylegesen ez az amiről beszélek egy kicsit, hogy hogy megkérdezni a helyi szakértőket, hogy ők mit szeretnének, hogy hogy szeretnék és az ő jó, jó ötleteiket valahogy integrálni és arra pénzt adni, hogy az valósuljon meg. Eh, ahogy az emberek kitalálják, tehát ennek eh, Nyugat-Európában hatalmas kultúrája van mostanra, és, és, ez nagyon klassz ez a kezdeményezés. Budapesten láttam ilyet, nem tudom, hogy más városokban ez megye már, vagy nem, de a budapesti példák azok nagyon eh, Izgalmasak. Tehát a, tehát a közösségi költségvetés az valahol ennek az adaptációja, amiről beszélünk. És szerinted elképzelhető, hogy mondjuk hosszú távon nem is lesznek ilyen hagyományosan megírt törvények, hanem az összes program programkód lesz, ami egyszerűen végrehajtja saját magát? itt most nem tudom, hogy már a, a, technológiai szingularitásról beszélsz, vagy még valami része egységének erről, vagy hát az, hogy amikor igazából a törvény az rendesen meg van írva, mint egy programkód, és akkor igazából a bemeneti paraméterek alapján jelenleg tud dönteni. És akkor ez a kérdés, hogy szerinted, szerinted, szerinted ez, ez működőképes lehet -e? Én még egy jó ideig, akármennyire gyorsuló és egyre többet tudó mesterséges intelligenciáink, meg rendszerénk vannak, én még azért jó ideig a az emberi beavatkozásnak, meg a lehetőségét azt megtartanám a rendszereinkben, mert, mert azon a ponton, amikor már azt gondoljuk, hogy a gépek mindent jobban tudnak, akkor, akkor még azért nagyon sok részlet van, ami, amiről kiderülhet, hogy, hogy ez még nem úgy van. Tehát, de ez a fajta automatizáció, tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy próbáljunk a, mondjuk az automatizáltság felé elmozdulni, az szerintem egy klassz dolog, mert az, az mondjuk erőforrás szabadíthat fel az emberektől, amivel tudnak más dologban alkotni, de de, 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 én még nem bíznám teljesen rá magam a gépekre. Tehát. Csak mert egyszer gondolkodtam azon, hogy milyen lenne, ha tényleg a törvényeket gitában írnánk, mint mondjuk a Linuxnak a forráskódját, és ugye így meg lehetne írni a, adószabályokat is. És hogyha igaz, egyáltalán nem, nem, lenne készpénz, akkor lehetne az, hogy a rendszer automatikusan levonja mondjuk az adót, automatikusan kell elutalja, tehát elvileg oda nem kellene onnantól kezdve is se adószakértő, se semmi, mert a rendszer automatikusan tudna ezeket megfelelően kezelni. Tehát, hogy a, a, ha nem is teljesen mindent beautomatizálni, de mondjuk a hat 80 et szerintem meg lehet programkódban. Én nagyon örülnék, hogyha látnék olyan kezdeményezést, ami egyfajta ilyen virtuális demokráciát létrehozna, tényleg akár kód alapon, eh, amit akkor utána lehet mesterséges populáción is akár tesztelni, egyszerű szavak bevezetésével megnézni, hogy a, a, különböző létrehozott, nem tudom, kódvariánsok azok, melyik, teljes, melyik hogyan teljesít, melyik hova vezet, melyik divergál, melyik lesz stabil, eh, melyikből lesz stabil társadalom. És, és utána a, 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 tehát, igen, igen, ez, ez, ez mindenképpen egy, egy jó ötlet, de hát ez, tehát ez egy nagyon komplex uh, keretrendszernek kellene lennie ahhoz, hogy, hogy ebből aztán a való világba is valamit át lehessen jól ültetni. Uh, de jó, jó ötletnek tartom ezt. És melyik lenne en, ennek a megírásában szerinted a legnehezebb rész, mondjuk a, a bepopulálása, a keretrendszernek a létrehozása, vagy melyik, melyik, melyik egység lenne a legnehezebb? Igazából most, hogy gondolkodunk ezen, én azt gondolom, hogy egy ilyen, ilyen jellegű rendszernek a, az alapjai, azok már összeszedhetők, már meglévő építőkockákból. Tehát a, a, azért a biológiai tudományokban, a társadalomtudományokban nagyon-nagyon sokféle modell létezik már, ami populáció dinamikával foglalkozik, annak a társadalmi aspektusaival is, stb. Tehát az, hogy akár létrehozunk tízféle alternatív modellt, amin ezt mind tesztelni lehet, hogy ne az legyen, hogy véletlenül egy rossz modellen tesztelünk, és az félrevisz, az, az szerintem. Tehát nyilván itt az a kérdés, hogy mennyire részletesen akarjuk a dolgokat lemodellezni, de ami viszont nagyon izgalmas, hogy, hogy amit viszont a saját kutatásainkból tudok mindenképpen állítani, hogy, hogy nagyon sokszor lehet egy olyan kritika, egy ilyen rendszerrel szemben, hogy, hogy de hogy az ember az túl bonyolult, és hogy úgyse tudjuk minden részletét olyan bonyolultan lemodellezni, hogy az valósághű legyen. De hogy az a durva, hogy nem is mindig kell. Tehát az ember hiába egy nagyon-nagyon bonyolult dolog belül a saját belső világában, ahogyan cselekszik, meg ahogy interakcióba lép másokkal, az, az bizony nagyon sokszor nagyon egyszerű, vagy nagyon-nagyon leegyszerűsített szabályok alapján kellően jól modellezhető bizonyos célokhoz. Tehát például, amikor sorban állunk a metróban, akkor és létrejön, vagy mondjuk egy, egy tömegdemonstráció megy, és az emberek azt hiszik, hogy pont a szabadságért küzdenek, és, és ők teljesen szabadok, és úgy döntenek, ahogy akarnak. Megnézzük mondjuk ezt a tömeget fölülről, akkor látszik, hogy, hogy automatikusan és önkéntelenül mindenki igazítja a sebességét az előtte menőhöz, egyenletes távolságot tart tőle, és igazából az ő mozgását, hiába egy nagyon bonyolult komplex rendszer, a mozgását azt nagyon egyszerű szabályok leírhatják, és nagyon egy szabályokkal lehet modellezni, és az alapján cselekszik ténylegesen. És ugyanígy, tehát ezért van létjogosultsága tulajdonképpen a mondjuk a statisztikus fizikai modellezésnek, mert sokszor nem a belső bonyolultság számít, csak annak a megnyilvánulása, és az egy jóval egyszerűbb dolog. Tehát, hogy mondjam, nem tudom, hogy ez így érthető-e vagy nem, de hogy ez mondjuk ad egy ilyen létjogosultságot ennek, hogy hogy egyszerű modellekkel is érdemes kipróbálni ezt. És az, hogy ahhoz a részéhez viszont én nem értek, hogy hogy lehetne a, a jogi környezetet megfelelő módon programkóddá ö, transformálni, az szerintem az, az lenne egyik legegyszerűbb, mert igazából a, a törvényben is az van, hogy ha ezt csinálod, akkor ez történik. Ez igazából, ez pont, hogy, hogy if de, tehát, hogy vagy if else Tehát, hogy pont ezen gondolkodtam, hogy a törvény az eleve már úgy van megírva. Igen, csak... az egy is egy algoritmizált programnyelv. Csak... Igen. Tehát, igazából a szintaktikája más, de igazából a szintaktikáját, a programnyelvvel alakítanánk, akkor az körülbelül már most is futtatható lenne. Mert maximum. A, a... Ha úgy veszük, akkor valójában a számítógépes, közösségi számítógépes játékok, azok ezt csinálják, a, meg, a saját világukban, hogy ott vannak saját szabályok, amihez alkalmazkodni kell, és az alapján ha jól csináld, életben maradsz, meg gyűjtögetsz. Tehát nekem, nekem ez, a, ez, a, ez, a, furcsa, hogy nem tudom, hogy ez miért nem kezdett el sokkal keményebb adaptáció ebbe az irányba. Hogy, minden... a, hogy, a, valóságot, ténylegesen a valóságot. Hát igazából a le, tehát, ami rengeteg törvényt, azt konkrétan meg lehetne így írni. Tehát az adószabályban ott majdnem az összes bemenő paraméter, az, 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 az lenne szerintem. Tehát nekem ezért, ezért furcsa, hogy, hogy az, abba miért nem mentünk el sokkal inkább ilyen irányba. Hát ennek van egy, egy másik egészen egyszerű oka az, hogy, hogy általában vezető politikai hatalmaknak, illetve vannak olyan rendszerek, ahol nem az a célja, hogy az ország jól működjön, hanem az, hogy egyénileg lehessen hatalomhoz jutni, de mindegy, ebben nem akarok belemenni ebbe a témába, de hogy hát... ezt látjuk a világban, hogy ilyen van sok helyen. Tehát, ha úgy vesszük, akkor mondjuk ha egészen konkrét, mondjuk aktuál politikai kérdéseket nézünk, mondjuk a, a kormány most meghozta az új katatörvényt, ennek, ez, ezt vehetjük úgy, mint egy egy alternatív valóság, amit a kormány kipróbál, hogy na, ez vajon egy jó új adószabály lesz-e, és erre a társadalom, mint, a, mint a, 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 a szimulált egyedeknek a sokaság ad valamilyen reakciót. Most azt látjuk, hogy napi szinten tüntetések vannak, tehát akkor, ha a kormánynak van egy kis esze, akkor ezt figyelembe veszi, és, vagy valamilyen módon visszajelzést gyűjt ebből, és akkor megpróbálja uh, igazítani úgy a, a, a leendő valóságot, hogy az jobb legyen. Tehát igazából nem, nem kell feltétlenül tehát egy, egy, jól kormányzó hatalomnak nem kell feltétlenül ezt a teljesen virtuális valóságot létrehozni, mert nagyon sok minden tesztelhető a magán a is. Ennek nyilván van ára, meg, meg, meg véges energiája van a népnek, hogy, 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 rossz döntések sorozatát eltűrje, vagy nem, de, de valójában így zajlik a valóság is, hogy hogy, hogy bizonyos dolgokat a döntéshozók kitalálnak, és akkor arra jön valamilyen válaszreakció, és és szerinted a társadalomnak mennyire van szüksége arra, hogy tényleg effektíve legyenek ott emberek, akik ezeket szépen lekommunikálják, vagy mennyire, mennyire tudnák elfogadni azt, hogy mondjuk automatikusan egy kód úgymond végrehajtja ezeket a szabályokat? Hogy ebben ebbe mennyi ellenállás lenne szerinted? Ami, amit mi még a drónok irányítása kapcsán nagyon megtanultunk, az az, hogy elképesztően fontos a visszajelzések gyűjtése. Tehát, hogy, hogy egy rendszert stabilan szabályozni csak úgy lehetséges, hogyha folyamatosan méred azt, hogy mi történik, és a visszajelzésekből hangolod magával a szabály, magát a szabályozást. Tehát maga a drón az egy teljesen, ha csak simán egy drón testet veszünk, az egy teljesen instabil rendszer. Az, hogyha, hogyha minden egy motorja egyenletesen pörög, ami elvileg az ideális állapot, hogy kettő rotor jobbra, kettő balra, és akkor ezeknek a az emelő ereje az mondjuk kompenzálja a gravitációt, a kettő-kettő az a forgatónyomatékot, és akkor egy helybe kell lennie. Hogyha ez, 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 így fixen be van állítva, akkor a drón azonnal a pici kis insta, vagy, vagy egyenlőtlenségek, vagy tömegkülönbség, vagy szél, vagy bármi hatására azonnal uh, ledobja magát, és föltözvágódik. Ahhoz, hogy stabilan tudjuk tartani a drónt mondjuk egy helyben, ahhoz egyfolytában gyűjteni kell az adatokat, hogy éppen ő merre fordul, mekkora a szél, hol van, mekkora a sebessége, mekkora a gyorsulás, stb., és abból nagyon finoman hangolni az egyes motoroknak a, 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 a sebességet. Most egy egy, egy társadalom az is akkor működik jól, hogyha folyamatos visszajelzés van, és ez bizony a társadalomban élőknek a felelőssége, hogy ők ne apátiában legyenek egy rendszerben, hanem igenis mindenre adjanak reakciót, a, a lájkot like is adják meg, hogy igen, ez tetszik nekünk, és ez jó irány, és ezt, ezt toljátok, meg azt meg a diszlájkot is, hogy nem, nem, erre nem menjünk, mert ebből bajok lesznek. És ilyen szempontból a, ez a wisdom of the crowd, a, 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 a népnek a bölcsessége az egy nagyon-nagyon erőteljes valami, pont azért, mert elosztott és sok, sok pici részből áll, és szóval arra, arra, vezető szerepben nagyon érdemes hallgatni, hogy, hogy egy ilyen össztársadalmi válasz az, az mi a különböző döntésekre. És szerinted az például mennyire működhet, hogy egy ország mondjuk akár több részre van osztva, hogy direkt különböző mondjuk akár döntéseket ki próbálni. Tehát mondjuk más mondjuk adórendszereket, és ugye egy, egy, országon belül a lakosság az annyira azért hasonló tud lenni, hogy ilyeneket relevánsan ki próbálni, és abból akkor megpróbálni folyamatosan a legjobb. Ezt lehet csinálni, de nem biztos, hogy országon belül kell meghúzni ezt a diverzifikálási hatás, mondjuk itt van az EU, és az EU-n belül vannak dolgok, amik ugyanolyanok, és vannak, amiket a különböző tagállamok másképpen csinálnak, és meg lehet nézni, hogy melyik tagállam a különböző döntéseivel hova jut. Tehát mondjuk a, a Covid járványra adott válasz, az, az egy tipikusan ilyen dolog volt, amikor nagyon nagy szabadsága volt az egyes nemzeteknek, egyes államoknak a világszinten, hogy, hogy ők hogy kezeljék a járványt, hogy olcsanak-e mindenkit, hogy nem, hogy lezárjanak-e mindenkit, hogy ne zárjanak le, és mostanra egy két év elteltével le lehet vonni követ, nagyon egyértelmű következtetéseket, hogy, hogy melyik volt jó stratégia, melyik volt rossz stratégia, hol haltak meg sokan, hol kevesen, hol esett ki nagyon sok munkáról, hol nem, hol állt le a gazdaság, hol nem állt Lehetet. tehát ezt, ezt nem biztos, hogy országon belül kell megcsinálni, hanem lehet, hogy mondjuk országonként kell a példákat megnézni. Budapesten mondjuk ez a dugódi kérdése, ez már öt-tíz éve folyamatosan politikai piedesztára is emelve van, hogy hú, majd lesz dugódi vagy nem lesz, mert az autósok nem, most nagyon leegyszerűsítve a mindegy, tehát hogy van, aki akarja, van, aki nem akarja, és közben meg közben meg elég kimenni mondjuk Bécsbe, vagy Kopenhágába, vagy Stockholmba, vagy más városokba, és megnézni, hogy milyen az, amikor ténylegesen le van zárva egy városrész, és hogy hogy megtelik élettel, és nem kell kipróbálnunk itt, meg ott, meg nem, hanem egyszer meg kell nézni, hogy milyen az, amikor meg ki van próbálva, és, és akkor, hogyha, hogyha ezzel a tudással hazajövünk, akkor rögtön akarni, akar vagy szóval akarni fogjuk ezt a dolgot. És szerinted például mi kéne mondjuk pont Budapestre, ahogy, hogy ez a mikromobilitás akkor működjön? mint mondjuk a bicikli, a roller, a, tehát az ilyen kicsi, kicsi eszközök, hogy ezt szerinted fontos lenne ezt például előre mozdítani? Hát szerintem abszolút. Tehát, a, a, tehát egyrészt ugye most vannak nagyon emelkedő energiárak, amik, amik egyfajta ilyen jó, jó szándékú külső korlátok lehetnek, hogy na, a, mondjuk az egész globális klímaváltozásra, meg környezetszennyezésre, hogy na most elég, most itt van a pillanat, amikor olyan drága, hogy, hogy, inkább próbáld meg az alternatívát. Tehát ez, ez egy olyan pont, amikor szerintem nagyon sok ember el fog gondolkodni, hogy hú, lehet, hogy most tényleg biciklire ülök, mert csak nem fogyasztok 100 kilométerenként 8 liter benzint vele. A városnak magának, meg az országnak nagyon kéne ezt támogatnia, tehát én azt gondolom, hogy a, a kerékpár, mint a alternatív városi közlekedés, annak abszolút van a helye, és sokkal nagyobb mértékben lehetséges bringával közlekedni a városban, mint azt az emberek gondolják. Tehát, hogy minél több egyed vesz részt egy egy rendszer működésében, annál inkább fontos az, hogy, hogy, nagyon sokféleképpen legyen optimalizálva ez a rendszer, például a csoportos mozgás kapcsán a a, a forgalmi dugó kérdése az egy abszolút egy, egy kutatott témakör, és, és nagyon ott, ott is, na, tehát hogy nagyon kézzelfogható ö, eredmények vannak, amik, amiket, hogyha figyelembe veszünk, és ö, és, és az szerint tervezzük a közlekedési rendszereinket, akkor nem lesznek dugók, hogyha nem veszük figyelembe, akkor dugók lesznek. Ilyen például az, hogyha egy, egy egységre eső terület, amit elfoglal egy utazó, nem tudom, entitás az egy autónyi terület, vagy egy biciklinyi terület, egész más sűrűség hozható létre forgalomban a városban. Tehát hogy még egy háromsávos autópályán el lehet képzelni, hogy nem tudom, ötször annyi ember elfér, hogyha nem autóval mennek, hanem bicikli. Ez most egy nagyon egyszerű és szemléletes példa, de, de, de tehát ilyen szempontból, amikor az autónak, meg a, a bringának a... a létjogosultsága egy, egy szűk környezetben teljesen egyértelműen a, a, a bringa felé tolja a, az arány. De hogyha hogyha a kerékpár kontra autókérdésben nézzük, akkor, akkor azért a mai világban nagyon sok olyan szempont van, ami ami egyértelműen a, 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 az önkorlátozás és a, és a bicikli felé tolja mutatott legalábbis számomra. Tehát akár környezetvédelmi szempontból, a helyi levegőszennyezettség szempontjából, egészségeség szempontjából. Tehát ez egy nagyon-nagyon más téma, most nem tudom, hogy mennyire akarunk ebbe belemenni, de, de én egy nagyon nagy híve vagyok annak, hogy ahova az ember teheti, oda menjen biciklivel, és ahova nem teheti, ott megpróbálja megoldani, hogy megtehesse, vagy próbálja meg mégis elhinni, hogy megteheti. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ez a nehezebb dolog, hogy az ember elhiggye, hogy valóban meg lehet csinálni. Tehát. Én, én például ide egy gyára többször, hogy biciklivel jövök ki. Uh, és pont azon mindig gondolkodom, hogy csak néhány helyen igazából meg lenne a bicikli út, tényleg nagyon kicsi szakaszokon, akkor ez sokkal-sokkal kényelmesebb élmény lenne. Tehát, hogy szerintem az infrastruktúrát, ha tényleg még egy keves, nem, is, nem, is, kéne nagyon fejleszteni, akkor egy sokkal jobb ilyen biciklis csak Ezek, lehet, ezek megint ilyen, ilyen vezetők és részvevők közötti ide-oda dinamikák, tehát hogy az infrastruktúra akkor lesz fejlesztve, hogyha nagyon sok ember akarja, hogy legyen az fejlesztve, és, és hogyha fejlesztve akkor meg még több ember fogja akar. Akarni, tehát ez egy oda-vissza hatás, és nem elég szerintem a döntéshozókra mutatni, hogy én majd akkor biciklizem, ha meg lesz mindenhol a tökéletes bring-out, úgy mint Kopenhágában, hanem, hanem igenis ezzel párhuzamosan, ezzel az igényel párhuzamosan el kell kezdeni biciklizni, már csak azért is, mert akkor több és pontosabb visszajelzést tudunk adni, hogy pontosan hol hiányzik és mi hiányzik. Említetted a decentralizált hálózatoknál is, ugye van ez a dugó probléma, ez hogyan tudják ők feloldani, ha nincsenek ugye mondjuk jelzőlámpák? É, igen, erről, erről szól most a legfrissebb cikkünk, az, az, hát egy ilyen légiforgalom megoldásról, hogy hogy, hogy lehet nagyon sok drónt légiforgalomban úgy közlekedtetni, hogy, hogy, hogy ne legyenek jelzőlámpák, ne legyenek körforgalmak, és... És, és, a leghatékonyabban tudjon a forgalom önmagától szerveződni. Azt gondolom, hogy, hogy egy bizonyos szinten túl minden rendszer működő képességét csak akkor lehet tovább optimalizálni, hogyha, hogyha, vannak olyan globális szabályok, amik nem csak meghozolnak, hanem be is vannak tartatva. Tehát például, tehát, hogy most, ha drónokról beszélünk, akkor ugye ahhoz, hogy, nagyon hatékonyan tudjak a többiek között mozogni, ahhoz pontosan kell tudnom azt, hogy a többiek nagyjából milyen skálán fognak, milyen gyorsággal fognak mozogni. Mondjuk, amikor átmegyek az ebrán, akkor ezt a, 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 szembejövő gyalogosoknak a dinamikai tartományát ismerem, és az hozzájuk szokva, és ott az ember tud így kicsukízni, hogy minél hamarabb átjusson, és az egy nagyon hatékonyan működő dolog. Amit például ott az ebrán oda kerül egy bringás, aki nem száll le, hanem biciklivel jön át, az már megakasztja a gyalogosokat, mert annak a dinamikája már nehezebben kiszámolható, és akkor, és akkor pont, hogy nagyobb Akarodást okoz, mint kellene. Ö, és, és ugyanígy, hogyha vannak globális szabályok, hogy hol mit szabad, hol mit nem szabad, akkor ezeket figyelembe véve sokkal hatékonyabb dinamikát tudunk megvalósítani. Az a baj, hogy ez nem mindig működik. Tehát például a dugók elkerülésére volt ott Veszprémnél volt egy ilyen kísérlet, hogy előre már ott van, volt egy most itt már aluljáró, fölüljáró lett az is egy jó megoldás, de volt egy olyan keresztülődés, ahol mindig nagyon nagy dugó volt, és akkor próbálták azt, hogy már kilométerekkel előbb kiraktak egy táblát, hogy mennyivel kell menned ahhoz, hogy pont akkor érj oda, hogy zöld legyen, és nem tudom, ne kell a többi és, és ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön, ahhoz az kell, hogy az emberek be is tartsák ezeket a szabályokat. Tehát a, a dugó az nagyon sokszor például azért alakul ki, mert az emberek nem mennek elég egyenletesen, nem mennek elég türelmesen, hanem hanem hirtelen gyorsítanak és hirtelen fékeznek, és ez visszafelé az ember mögött lévő forgalmat úgy bedugíthatja, hogy igazából nincs, tehát hogy, hogy nincs szükség arra, hogy beduguljon, és mégis bedugul. Tehát, egy kicsit ez egy ilyen turbulencia jelenség, olyan, mint amikor egy palacból öntök ki vizet, és akkor, hogyha óvatosan lassan öntöm, akkor lamináris áramlással egész sok folyadék kijöhet, de hogyha hirtelen megdöntöm, akkor így duggy, 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 ként jön, és akkor sokkal lassabb, sokkal kevesebb víz fér ki belőle. És ugyanezek a, az ilyen megállási hullámok jönnek létre a a forgalom, és ha valaki hirtelen fékez egyet, akkor a mögötte lévő a reakcióidő miatt később fékez, és akkor már még nagyobbat kell, a harmadiknak még később még nagyobbat, a negyedik meg már megáll, és akkor mögötte már végig mindenkinek meg kell állnia a semmiért. Tehát, hogyha, hogyha betartjuk mondjuk azt, hogy itt csak 30-al menjek, ne 70-nel, és akkor lehet, hogy mindenki 30-al megy, de átlagban az több, mint hogyha mindenkinek meg kell állni. Az elmondásod alapján egy decentralizált hálózatnak így mennyire központi a bizalom? Hát, ha nem is a bizalom, de a szabályok betartása az az. Tehát, hogy, hogy az, az, hogy az bizalom alapon van, vagy pedig szigorú rendben, az, az, már olyan kérdés, hogy hogyan működik jobban, de, de a bizalom az mindig addig működik, amíg megvan. Ha nincs meg, akkor, akkor meg. Tehát a, valahol, igen, valahol. A, tehát, hogy ez, hogy mondjam, tehát ez, ez megint egy nagyon-nagyon egy nehéz kérdés, hogy, hogy, mennyire, hogy milyen erős immunrendszer kell egy, egy egy rendszerbe, hogy, hogy, amikor nem bizalommal működik, akkor, akkor legyen védekező ereje, de amúgy meg ne költsön túl sokat a védekezésre. Tehát itt van például a, az, az orosz-ukrán háború, hogy nyilván amíg nem feltételezi senki, hogy, hogy a szomszéd megtámadja, addig nem, fo, nem fog, sokat a hadiparra költeni, a NATO is szépen így építette le a, a, védelmi iparát. Most hogy, most, hogy egy szomszédunk háborúzik, most, most rögtön elképesztő pénzeket kell belőlni a hadiparba. Tehát a bizalom az mindig addig működik, amíg nincs megszegve. Hogyha meg van szegve, akkor meg más szabályok kellenek. Tehát ez, ez, ez szerintem ez ez sem megúszható egyfajta ilyen ciklikusság nélkül, mint minden az életben, ez is, ez is oszcillál. tehát hogy meg az, az, embernek a saját immunrendszer és a vírusokkal kapcsolatban ilyen, hogyha több támadás éri, akkor erős lesz az immunrendszer, utána, hogy legyőzi az összes vírust, akkor megnyugszik, akkor másra koncentrál az immunrendszer, akkor később már megint erősebb vírusok jönnek, szóval ez, 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 adja igazából az élet borsát, hogy mindig vannak ilyen hullámzása. Csak azért, mert mondjuk a, a kriptovalutáknál pont ez a nagy ilyen hívó szó, hogy ugye úgy decentralizált, hogy ugye abszolút semmi bizalomra nincsen ott az, 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 az szükség de emiatt például elképesztően erőforrás igényes, és ezért itt, itt van a kérdés, hogy hol, hol, van az a határ, tehát hogy lehet, hogy érdemes... Hát inkább az például, egy... ahhoz, igen, annak például nagyon erős az immunrendszer, ami sokba kerül. Az, az, lehet, hogy egy olyan szélsőség, ami már túlzás. Érdemes elmenni olyan irányba, ahol tényleg a, biza, bizalom igazából a, fő, a, legfőbb szempont, hogyha minél nagyobb a bizalom, elvileg annál hatékonyabban tud akkor az a részt működni. Egy ilyen drónrajnál is, vagy ez rosszul? Igen, igen, igen. Tehát a... Szerintem azok a jó rendszerek, amik bizalmi alapon tudnak működni, az a leghatékonyabb, hogyha nincs immunrendszered és van bizalom, akkor nem kell költeni a védekezésre, és tudsz, tudsz bizalmi alapon kevés védelmi iparral tudsz nagyon jó dolgokat létrehozni. Ennek az az egyetlen egy baja, hogy az instabil. Tehát amint, amint lesz egy valaki, aki nem vesz részt ebben a körben, az a, a, azzal szemben nagyon sebezhető. Egy bizalmi rendszer az nagyon sebezhető azokkal szemben, akik ki akarják használni. Hogyha viszont nagyon feldúzasztó az immunrendszer, tehát nagyon sokat költesz arra, hogy ne legyen sebezhető, akkor nem marad erőforrás az a dolga egy megoldására. Tehát ez nincsen jó megoldást. Tehát... Ez egy folyamatos optimum keres. Is. Ez egy folyam... Igen, és egy dinamikus optimum keresés, mert, mert, amikor kevés az immunrendszer, akkor több ö, kihasználója lesz a rendszernek, amikor meg, meg erős, stabil rendszer van, akkor kevesebben akarják kihasználni. Mindig az ellenkező irányban mutatnak a külső ingerek. Tehát ebből csak egy, egy oszcilláló dinamika tud kijönni. De ezt látjuk egyébként, volt két világháború, utána egy hidegháborús nem tudom, növekedés, az most szépen elkezdett leépülni, most megint, megint megyünk a felé, hogy egyre több erőforrást vigyünk a hadiparba. Szerinted ezt az oszcillálást, ezt egy kicsit el lehet vagy érdemes el tompítani, vagy ez, ez, ez akármilyen társadalmi szempontból is, akkor örökké, a, a, mikor a ciklikus gazdaságpolitikától kezd, ez, ez, így végig akkor önünk fog maradni? Hát igen, és, és tehát a, a, szerintem azon múlik, hogy vannak-e olyan globális szabályok, amiket, ha nem is bizalmi alapon, de egyértelműen be lehet tartatni, minél inkább elfogadunk minél több közös szabályt, annál nagyobbra tud az emberiség növekedni. Tehát, hogy, hogy igazából az embert ez emelte ki az állati sorból, vagy állati létből, hogy, hogy a saját egyéni ösztöneinél magasabb szintű, absztrakt, elvont szabályrendszereket tudott létrehozni, amihez önként alkalmazkodik, és egyébként az ember nagyon sok mindenhez alkalmazkodik. Tehát felszállunk egy buszra, akkor tudjuk, hogy keviselkedni, jegyet lyukasztunk, nem verekszünk össze a mellettünk állóval. Hogyha majmokat fölrakunk egy, nem tudom, húsz hím csimpánz fölrakunk egy villamosra, akkor egy megálló alatt azok megölik egymást. Tehát, hogy, hogy nem, nem, is, nem is veszük észre, hogy mennyire szelíd az emberi faj általános és hogy mennyire sok szabály van amihez önként alkalmazkodunk és valahol ezt kell tudnunk teljesen globális szintre vinni ahhoz hogy még hatékonyabban tudjunk működni akár a klímaváltozással szemben akár a ökológiai folyamatban évő ökológiai katasztrófa lassításával kapcsolatban akár a háborúk megelőzésével kapcsolatban szerinted a, a környezettudatosság, vagy a környezetre való figyelés, vagy a környezeti problémáknak a megoldása, az inkább egy, egy technológiai probléma lesz hosszú távon, vagy inkább egy ilyen társadalmi probléma, amit meg hát kell szerintem adni. nagyon intenzíven mind a kettő. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt, megint, egy e, egyfajta kettősség van, hogy, hogy e, egyrészt vannak a technológiák, amik elvileg segíthetik a, a hatékonyságnak a növekedését. Az egy nagyon jó irány, tehát a, 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 az élővilágban meg a... Tehát az élet úgy tudott létrejönni, hogy hatékonyan tudtunk energiát kiszedni a külső rendszerből, és ezt minél hatékonyabban csináljuk, annál több Erőforrásunk marad arra, hogy valamit még komplexebben létrehozunk, ami az entrópia nem tudom, ellen hat. Tehát a, az, hogy a növények megtanultak fotoszintetizálni, mondjuk, az, az, az egy marha jó dolog volt, mert a napenergiát bele tudják tenni abba, hogy kémiai laborokat csináljanak magukban, és cukrot hozzanak létre, meg mindenféle más szénhidrátokat, meg egyéb dolgokat, amit, amit utána minden hasznosít, meg ami az életnek az alapja. De, és, és, valahol a, 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 mesterséges technológiáknak a fejlesztése az, az egy evolúciós igény is, meg, 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 a hatékonyság növekedés az mindig jó irány, és, és, mindig minden élő és életlen dolog is ebbe az irányba hat, tehát ez marha jó. Viszont ezzel párhuzamosan, tehát ez a, ez a, tehát a technológia oldala szerintem, ami szükséges, a, ezzel párhuzamosan viszont a, azt nem szabad hagynunk, hogy azáltal, hogy valami hatékonyabb, lesz azáltal, ami megengedhessük magunknak, hogy többet pazarlunk belőle. Tehát a, a társadalmi felelősség, meg az, hogy a hatékony technológiákat ne harácsolva használjuk, hanem, hanem ugyanúgy. Tehát attól, mert valami hatékonyabb, akkor örüljünk, hogy kevesebbet tudunk elfogyasztani, és ne ötször annyit vegyünk belőle, mert hogy úgyis hatékony. Tehát, tehát ennek a két dolognak párhuzamosan kell működni. És Az, hogy melyik fog győzni előbb, hogy, hogy tudunk-e olyan hatékony technológiákat csinálni, amivel Ö, megoldhatók a, a, a környezeti problémák. Szerintem nem, nem is igazán jó kérdés, feltevés, mert, mert ha ez a kettő dolog nem megy párhuzamosan, akkor biztos, hogy valamiféle világvége elé nézünk. Tehát az, hogy hatékonyak legyenek a technológiák, és hogy ne pazaroljunk. És a társadalmi problémákra szerinted hosszú távon lehet-e valami technológiai megoldást is találni, vagy azt mindenképpen és a, mert, mert az összes társadalmi megoldást eddig mindig végül emberek próbálták emberi módszerekkel ugye, kezelni, hogy erre szerinted lehet-e hosszú távon valami fajta technológiai megoldás? Szerintem ez teljes mértékben átalakuló van, és már most nagyon sok társadalmi ö, problémához nagyon sokféle technológia fel van használva. Tehát a, az egész emberi kommunikáció az a személyesről áttevődött nagyon nagy arányban a digitális kommunikációra, amit a technológiai rendszereknek a feltételrendszere ural, meg a lehetőségei uralnak, a, az egész intelligenciánk már ki van terjesztve a gépek által nyújtott intelligenciával, tehát a, egy csomó adat megtanulására nincsen szükség, mert kinézhető az interneten, az, hogy merre hogy jöjjek ide, azt nem én találtam ki egy térképet böngészve, hanem beírtam a Google-be, és akkor megmondta, hogy hova jöjjek, és mennyi idő lesz. Tehát, hogy, hogy már az ember már most nagyon erőteljesen támaszkodik a, a gépi intelligenciára, ez már átszövi a, 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 a rendszereinket, és, és ez, 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 ez a társadalmi dolgokra is abszolút hat. Tehát a mai fiatalok egész, egész másfajta közegben nőnek föl, mint mondjuk a mi generációnk, meg a szüleink generációja, ez, 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 valahol egy nagyon izgalmas, másrészt ijesztő, harmadrészt meg, meg nehezen befogadható változás, ami, ami folyamatos gyorsulással jön, és a folyamatos gyorsulás az meg előbb-utóbb robbanáshoz vezet. Tehát az, 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 mindenképpen egy, egy, egy izgalmas dolog, hogy itt mi várható. És mondjuk a te egy ilyen utópiádban, mondjuk az elkövetkező néhány évtizedben mi az, amit szerinted mindenképpen meg kéne lépnünk, akár ide, az akár világszinten? Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy részről túl vagyunk azon a ponton sajnos, klímaügyileg és ökológiai katasztrófa ügyileg, amikor, amikor ez hatás nélkül megállítható, vagy visszacsinálható, hogy, hogy tehát nincs, nincs most olyan döntés, amivel azt mondjuk, hogy ja, bocs, ezt rosszul csináltuk, de holnaptól így fogjuk csinálni, és akkor minden rendben lesz. Ha, ha most ezt mondjuk, akkor is olyan tehetetlenség és reakció ideje van azoknak a káros folyamatoknak, meg harácsolásnak, amit eddig végzett az emberiség a, a létszám növekedése és az energiafogyasztás növekedése mentén, hogy, hogy az a következő 50-100 évet mindenképpen más kilátások elé helyezi, mint, 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 az eddig jól megszokott, nem tudom, sok évezredes vagy évmillió standard, de ez nem azt jelenti, hogy, 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 le, hogy eddig nem csináltunk semmit, mert hogy nem tudom, most, most a, mert hogy még nincs elég nagy probléma, most meg azért nem csánk semmit, mert már úgyse lehet semmit csinálni, tehát ez, ez, ez a felelősségtől való megszabadulás. Én azt gondolom, hogy, hogy még mindig, tehát az, az élet, meg a, a, a biodiverzitás, meg az, az összetett ökoszisztémák, azok még mindig egy olyan rendszert képviselnek, aminek a, az összetettségét egyszerűen nem tudjuk befogadni, és sokkal több van benne, mint amit gondolunk róla, és egyszerűen egyrésztről minél nagyobb területet hagyni kell, hogy, hogy ott, minél természetesebben tudjon minden más életforma kifejeződni az emberin kívül is. Tehát, tehát én mindenképpen szeretném azt, hogy a területeknek minél jelentősebb száz, vagy még érjük el, hogy a földnek a feléhez, mondjuk van egy ilyen globális szám, a föld felé nem nyúlunk, akár mennyire akarunk onnan fát kivenni, meg nyersanyagot, meg kihalászni, meg nem tudom, de hogy, hogy a felét, azt mindig hagyjuk meg, hogy az legyen egy pufferzóna, és ha bármi van, akkor onnan még, ha a saját felünkön már mindent megettünk, akkor is onnan majd, majd átterjedhet, vagy kölcsönkérhetünk, vagy nem tudom, de hogy hogy tehát erre szerintem szükség van. Ennek pont az ellenkezője zajlik, tehát a maradék erdők is pusztulnak, meg a tenger sorsodik, meg mindegy, nem fogom sorolni ezt a sok szörnyű dolgot, ami zajlik. Én azt gondolom, hogy tehát a, tehát meg kell hagyni természeti területeket minél inkább eredeti formájukban. Ez egyébként nem biztos, hogy úgy kell, hogy történjen, hogy egybefüggő, csak egybefüggő nagy területeket, hanem lehet mondjuk az útszéli füves pázsitot is nem 0 centire nyírni, hanem 15 centire, vagy nem hetente lenyírni egy robotfűnyíróval, ami most már trend egyre több helyen, ami egész nyáron teljesen kiég, és, 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 sárga fű maradvány marad csak ott, meg por, hanem, hanem hagyni mondjuk, hogy vadvirágos útszél legyen, tehát hogy hogy, hogy lehet ilyen formán is, és, és ezzel párhuzamosan valamilyen módon az emberiségnek a, a létszám növekedését is meg kell tudni állítani. hogyha nem állítja meg, akkor majd magától lesznek olyan folyamatok, ami erre kényszerít minket, de, de és, és a létszám növekedés mellett meg az egyéni energiafogyasztást is valahogy, nem tudom, fölülről limitálni kell, tehát, hogy, hogy egyszerűen azt szerintem annyit kell tudnunk megérteni, akár egyéni szinten, akár össztársadalmi szinten, hogy, hogy, hogy egyszerűen túl sokat fogyasztottunk, többet, mint amennyi jár nekünk, és hogy ezt vissza kell fogni. Tehát, hogy, ez hogy, hogy egyszerűen áldozatokat kell hozni, hogy a következő generációknak is jusson valami még. És szerinted lehet az, hogy ez csak szimplán technológiai hatékony növelő, növeléssel fogjuk elérni, vagy mindenképpen vissza kell majd fogni? Nem, szerintem, tehát a hatékony technológiának hatékony növekedése az szükséges, mert az, az, feltétele annak, hogy, hogy kevesebb legyen az, az, a nélkülözhetetlen energiafogyasztás, de emellett nagyon erős önkorlátozásra van szükség, és nagyon erős globális szabályrendszerre, ami, ami a, a, az önkorlátozást Kikényszeríti, vagy valami az energiafogyasztást csökkenti. Tehát, igazából az, hogy a, a benzinárak most a, nem tudom, duplájára emelkednek egy év alatt, az, az, az azt gondolom, hogy egy összességében egy nagyon jó trend, és és, és hiába lesz minden sokkal drágább, egyszerűen ehhez kell tudnunk hozzászokni, hogy végre egy kicsit jobban látjuk, hogy milyen ára van annak, hogy ennyit utazunk, Mert ennél még sokkal nagyobb ára van, és, és ennek a sokszorosát fizetjük érte mindenféle más externáliával, de most legalább egy picit ez, 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 mint globális szabály, külső kényszerként az önkorlátozást segítheti. Nem, nem biztos, hogy minden eleme kellemes ennek a, a, a világnak, de hogyha megtanulunk lemondani, akkor sok mindenben örömet is találhatunk. De... Szerinted lokálisan mi az, amit mondjuk egy ember tehet? Tehát ugye mondjuk akár gerilla kertészkedés, biciklizés, mi az, amit, amit javasolnál? A legelemibb dolog, ami szerintem valamilyen módon félresiklott, az, az, az egyfajta ilyen elfordulás meg elidegenedés a természettől. Tehát, hogy, hogyha ezt tudja bárki segíteni egyéni szinten saját magán, meg a családjában, gyerekeivel, a kis közösségében, hogy hogy a, nem tudom, beszáll egy, vagy egy pókot meglátok a sarokba, akkor ne az legyen az első, hogy elnyomom, illetve az, hogy, hogy meglássam a szépséget a kicsi, egyszerű dolgokban, a saját környezetemben is, ez, ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Tehát, hogy értékelni tudjuk a természetnek a, a végtelen összetettségét a, 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 helyi környezetünkben, szerintem ez egy, ez, ez egy óriási előrelépés lenne, hogyha hogyha a társadalom az minden szinten ezt tudná segíteni. A Covid járvány egyébként segítette ezt, tehát az, az nekem egy nagyon ö, nekem tetsző irány volt, hogy, hogy amiatt, hogy nem lehetett külföldre utazni, mindenki el, meg nem lehetett kimenni otthonról, a helyi erdőkben, nem tudom, a, a környéken ö, zöld területeket, zöld területek után keresve nagyon sokan elindultak és felfedeztek nagyon közeli olyan helyeket, amik ugyanannyi élményt tudnak nyújtani, mint lemenni a nem tudom, Costa Bravára, csak, csak sokkal kevesebbbe kerül, ami még jó is, sokkal kevesebbet fogyasztunk miatta, és, és de, tehát ez a fajta mobilitás önként önkéntes mobilitás csökkentés az például egy nagyon jó irány. És mondjuk az ilyen gerillakertész és elszasonló irányok, azok szerinted mennyire, mennyire jó irányok? Hát azt meg én most már egyre inkább úgy látom, mint egy ilyen nélkülözhetetlen klímaadaptációs folyamat, tehát a, a városi lét az egy pár évtizeden belül az, ami az, klímánkon szerintem nyáron totálisan elviseletetlen lesz, már most is most egyre többen halnak meg hőgutába, de hogy, hogy ennek még csak az intenzív fokozódása várható. A leg hatékonyabb mód, amivel ezen segíten lehet, és amit én ismerek, az az, hogy minél több zöld felület legyen egy városon belül is, minél több házfalat futtassunk be olyan növényel, ami nem teszi tönkre a de nyáron hűt, télen meg átereszti a fény, mert lehullik a levele, és akkor télen bejut a fény nyáron nem jut be, nedvességet ad, ad stb. és akkor ennek egy kis része az, hogy, hogy, hogy gerilla kertészkedés, vagy inkább nevezük úgy, hogy, hogy helyi kis közösségi kertészkedés, tehát hogy térjünk vissza oda, hogy minél több helyen legyenek gyümölcsfáink, kiskertünk, stb. ez, és akkor ez is növeli a városi zöldfelületek adányát, akkor a hőmérséklet jobb lesz egy kicsit, akkor a biodiverzitásnak is adunk lehetőséget városon belül is, tehát ez, 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 ez szerintem egy, tehát ez egy, ez egy nélkülözhetetlen klímaadaptációs feladatunk, hogy hogy ebben mindenki minél aktívabban részt vegyen. Az utolsó ilyen nagyobb befejező kérdés az meg az lenne, hogy a drónrajokkal kapcsolatban szerinted mi az, ami jelenleg Ugye elérhető technológia, és mi az, ami egy 5-10 éven belül elérhetővé válik esetleg? És hallottuk, hogy elvileg még a, a angol királyunknak is csináltatok egy ilyen drum bemutatót, hogy mi az, ami jelleg a technika szerint maximálisan elérhető. Tehát elképesztő gyors technológiai fejlődés van a dróniparban is, tényleg. Nekünk, akik benne vagyunk napi szinten, nekünk is nagyon nehéz az íramot ezzel tartani, meg felvenni. Tehát nagyon gyorsan fejődik az, hogy az egyedi drónokat minél egyszerűbb utasításokkal, minél jobban kidolgozott kezelőfelületen lehet már mindenféle feladatra használni. Ami a mostani uh, ugrás a drónoknak az automatizációjában, ami mostában zajlik, és az öt-tíz öt, belül biztos, hogy sokkal jobbak lesznek ebben a drónok, az a teljesen autonóm környezetérzékelés, tehát az, hogy a, a mesterséges intelligenciának a fejlődésével a drónon lévő kamerák és egyéb érzékelők, azok minél inkább önállóan tudják a, a saját helyzetüket, a látott objektumokat, és ezáltal az ő saját feladataikat befolyásolni és irányítani. Tehát ez, én, én szerintem ez lesz a következő a tíz évnek a. a a főfejlődés iránya, hogy hogy min egyre több drónnak lesz egyre nagyobb intelligenciája, és ezért ö, komplexebb feladatokat fognak tudni önállóan ö, elvégezni. És hát, hogyha a, az akkumulátoripar par meg a, a technológiai fejlődésre marad erőforrásunk, akkor, akkor ez valószínűleg a drónok számának a növekedésével is fog járni. Tehát ez, most úgy tűnik, hogy ez, ez, ez azért lesz ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy a drónokat is lehet jóra is, meg rosszra is használni, tehát meg, meg, kell találni azokat az alkalmazásokat, amiben a, a drónok azok ténylegesen hatékonyságnövekedést tudnak elérni, például precíziós mezőgazdaságban, nem tudom, egy drónnal közelről felmért területben, egy intelligens kamera által korai fázisban detektált vírusterjedés mondjuk meg lehet azt csinálni, hogy ne kelljen az egész táblát lepermetezni hetente, hanem, vagy nem tudom, milyen gyakorisággal kell permetezni, hanem csak akkor és csak ott, amikor tényleg szükség van rá. Tehát ez olyan, mintha a mezőgazdaságnak az immunrendszerét tudnánk ugye erősíteni ilyen pásztázó drónokkal, akik akkor nem kell mindennek készen állni, hanem csak kevesebb erőforrásnak lokalizáltan. Tehát ez mondjuk egy jó irányú felhasználás nyilván rosszakat is lehet sorolni drónokkal kapcsolatban. És a környezetvédelem hol lehet majd használni? Vagy, mint, hallottam volna, egy nemzeti parkbanál is csináltatok drónfelvételeket? Hát mi nagyon sok ilyen, ilyen alap ö, térinformatikai felmérést ö, végzünk nemzeti parkoknak, ott elsősorban ilyen állat- és növényvilágnak a, a feltérképezése céljából, hogy segítsük a, kutatóknak a munkáját, akik nem tudnak bejutni mondjuk egy mocsaras területre melcsizmában, vagy egy nap alatt mondjuk megtalálnak három kócsakfészket, de, de, de körülményes munka és sokat zavarja az állatokat, és ehelyett mondjuk egy drónt vég lehet küldeni a területen, és, és az feltérképezi nekik az állománynak az összetételét, nagyságát, stb. Tehát, adatot tudunk gyűjteni drónokkal a, a biológusok számára, ami, ami számukra nagyon hasznos a munkájukhoz. És egy ilyen drónsónál jelenleg hány drón vesz részt, és, és ott mi, mi várható? Hát a, a, a drónsó az egy mi, mi ugye a, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a, a mi amikor elkezdtünk a drónokkal foglalkozni, egyáltalán nem volt célunk szórakoztatóiparban dolgozni, de létrehoztuk a világ első önálló drónrajait és akkor csádom egy céget és adott a kérdés, hogy mire lehet drónrajokat használni, amire érett piac van. és akkor kiderült, hogy hogy a szórakoztatás, hogy ez a, a drónoknak egyáltalán a látványa olyan lenyűgöző, ami, amivel kvázi pénzt lehet csinálni, és, és tényleg örömet lehet embereknek okozni, mert tényleg ez a, tehát a nagyon sok drónsunk volt, ahol ez a, ez a wow, ez, ez a wow effekt, nem tudom, angolul ifják, nem, tudom, hogy magyarul van erre jó szó, hogy, hogy ezt, amikor felhördül a közönség azt hallani, az, tehát amikor egy ilyen nagyon mély zsigeri, ilyen, izgalomérzés futjáltal, nem tudom, akár több százezeres közönséget, tehát ez nagyon klassz dolog, ilyet nyújtani. És, és, és közben megkiderült az, hogy az embereknek mondjuk a tűzijátékból nagyon sok helyen a világból elege van, bizonyos szempontból. Költségesek a tűzijátékok, mondjuk a dronsok is, de mindegy, tehát a tűzijáték sokba kerül, nagyon sok a helyi szennyezés, tehát ott konkrétan ilyen filmok... Fémeket kell égetni a levegőben, amiknek a maradványai jót. vannak, mindenki beszívja őket, nagy füst keletkezik, nagyon hangosak, rengeteg állat megijed a, 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 a tűzi tehát a lovak, meg kutyák kiszadnak a világból, háziatokról, nem tudjuk igazán, hogy mi történik, de nyilván azok se örülnek a duraktatásnak. És, és egy drónsóval mondjuk a tűzi képest programozott és tematikus üzeneteket lehet az égre kirakni látományos formában, tehát ilyen szempontból biztos, hogy a, a drónsoknak egyfajta térnyerése várható a játékkal szemben, egészen addig, amíg a, a, az emberiség úgy érző, hogy szüksége van ezekre a szórakoztató ipari megoldásokra, és, és, és nem mondja azt, hogy na most már pénzt inkább másra akarom küldeni és nem szórakozásra. Ö, annak ellenére, hogy mi drónsokat csinálunk, én nem fogok megsértődni, hogyha senkinek nem kell több drónsó, tehát egy bizonyos szempontból egyetértek ezzel, hogy, hogy olyan világban élünk, amikor ez is valahol a pazarlásnak egy formája, ugyanakkor meg az, hogy vagy ezt nem tudom, tehát tényleg egyfajta technológia, meg művészet összekapcsolása, és, és ténylegesen örömet lehet vele embereknek okozni, szóval ezek, ezek nehéz kérdések, hogy mi, miből mennyi elég, de, de az biztos, hogy az várható, hogy, hogy egyre több szolgáltató jelenik meg drónsokkal kapcsolatban is ország és világszerte is, és hogy egyre nagyobb számú drónnal, egyre részletesebb izgalmasabb üzeneteket lehet az, az égen majd látni. Ugyanúgy, ahogy a, a képernyőknek az evolúcióját is végnéztük az elmúlt 20-30 évben a 320 vagy a 80 x 25 ös ilyen kezdeti kijelzők, utána a végén 320 x 200 as és most meg már ilyen 4K, meg 8K monitorok vannak. Ugyanígy a drónsóban az egyes drónoknak a, mint pixeleknek a száma az is biztos, hogy növekedni fog. És ilyen legkörülbelül hova most az szám és hova, hova várható néhány év? Hát a világrekord az 5000 drón körül van, a, ezek távol-keleti országban létrehozott sok, tehát az, az már egy lenyűgöző, ahhoz képest, hogy nem tudom, az Intel mondjuk 5 évvel ezelőtt csinálta meg az első 100 drónos sóját, és akkor az egy világszenzáció volt, tehát iszonyatosan gyors a fejlődés meg a, meg a, drónoknak a miniaturizálódása is, tehát most már harmad a drónok vannak drónsokban alkalmazva, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt. Tehát akkor hasonlóan, mint a tévék, ez maga a pixelnek a mérete is igazából csökken? I igen, pixelnek a mérete is csökken, ezáltal megint a hatékonyság növekedés, annak az energiafelhasználása is csökken. Ugye a levegőben tartani valamit, az mindig sok energia, és cserébe egyre több lehet belőle. Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy ha téged bárki el szeretné érni, vagy akár a, a tanszéket, vagy a vállalatokat, akkor hogyan, hol, hol tud megtalálni? Abszolút publikusan elérhetők vagyunk sok fronton a, az interneten, tehát akár a Kolmot kft mint a vállalatunkra, akár az ELTE biológiai fizika tanszékre, vagy az én nevemre keresve minden elérhetőség ott van a neten. Vásárhelyi Gábor, nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadod a meghívásunkat. Én is köszönöm az izgalmas kérdéseken. Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon, spotify Apple podcast és Google podcast A következő adás, még a, a viszont Sziasztok! Sziasztok! Szia! nagyon ez intenzív, Szia! Szia! a <laughs> Nem tudom, hogy volt ebből bármi, ami nem saplonos, vagy használható, vagy ne, nem, Igen. nem, engem, engem most már ezek a kérdések sok egyre inkább érdeleg, egy ilyen moz, fo foglalkoztatnak, hogy hogyan lehet egy jó decentralizált társadalmat létrehozni. Okay. Ez egyáltalán nem triviális. És nagyon, nem. nagyon nem. De egyáltalán a demokrácia fogalmunk az egy